Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, október 16-án. A mai napon új hold van a Sitra holdházban. Ez a holdház Spica csillag hatása alatt áll. Az azt jelenti, ha mi most valamit kezdünk új hold után, az gyümölcsözni fog, de kell hozzá a türelem. Az indiai mitológia szerint e felett a holdház felett Tvastár uralkodik. A mitológia története szerint ez a Tvastár isten a művészeknek az istene, tehát itt, most ezen a napon, ennél az új holdnál a művészet, a kreatív munka áll a középpontban. Ez nem csak Tvastár hatása miatt van így, hogy ez a új hold számunkra most valamit közöl a művészi élet területen, a munkánkat illetően, hanem a mélypont. Ennél a horoszkópnál, ennél az új hold horoszkópnál ez a mélypont az oroszlán jegyében van, és itt található Vénusz bolygó. Ez kihat, ami otthonunkra valamit megszépítünk, és azt is jelenti, hogy mi hölgyek most a középpontban állunk, de ez a mélypont mutat egy alapot, amit mi most megalapozhatunk, mert ez ad nekünk erőt, erre építhetünk, és ez a Vénusz bolygó energiája. A szépség, a harmónia, a nőiesség, a szerelem és a kreatív munka. Még valami utal erre, mégpedig a felső pont a horoszkópon, a vízöntő jegye, itt vannak ötletek, elképzelések, és ott található egy Neptun bolygó, a művészeknek a bolygója. Tehát ez áll újra a középpontban. Azon kívül a hatos életház mutatja a munkát, ott van a mérleg jegye, és a mérleg jegye fölött Vénusz bolygó uralkodik, újra itt érezhető a kreatív munka, a művészet, a szépség, amit mi most kialakíthatunk az otthonunkban és a munkahely területén is. Egy új hold. Azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs saját kisugárzása, ezt kapja a naptól, és amikor ők találkoznak, akkor a nap nem tudja besugározni, és számunkra a hold láthatatlan. A kínai asztrológiában úgy tanítják, hogy ilyenkor az égi császár a nap és az égi császárnő a hold találkozik, visszahúzódik a hálószobában, nem látható semmi, és ez így kell, hogy legyen. És ez a visszahúzódás, ez hat ránk egy ilyen új holdnál, kell is, hogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat, a belső erőnket, vagy meditáljunk valami felett, amit el szeretnénk érni. Milyen témákat közöl még ez az új hold a művészeteken kívül, kihat a mi külsőnkre, a mi fellépésünkre, a mi személyiségünkre,
itt van egy Rahu energia, ez a felfele mozgó holdcsomó, és mutat megújulásokat. Vagy egy új külsőt, új fellépést, új kapcsolatokat a környezetünkben, ami kihat a személyiségünkre is. Szemben van a párkapcsolat, ott hat a Szkorpión energiája, és a lefele mozgó holdcsomó Kétú, ami mutat az emlékekre és a múltunkra. Egy visszafele tekintő Mars bolygó is a múltra utal, ez a visszatekintő Mars bolygó ennél az új hold horoszkópnál a 11-es életházban van, mutatja baráti kört, de az érzelmekre is kihat. Itt vannak a vágyak és az álmok. Vagy ti álmodoztok erről a férfiről, vagy ő gondol rátok. Én úgy mondanám, mindkettő hat. Ami még fontos, ennél az új holdnál van egy örökösödési ügy, vagy egy bírósági ügy sokaknál. Erre utal Jupiter és Plutó bolygó a 8-as életházban. És ahol korlátozások vannak, ez a 9-es életház, ami külföldi kapcsolatokra és utazásokra utal, ott található a Bak jegye és Szaturnusz bolygó. És pontosan ez az, amit mi most átélünk, emiatt a koronavírus miatt. És ez volt a felvételem Mizus, október 16-án ennél az új holdnál. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!